Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Ösnézünk, önmagamat idézem. Zsebők Lajos a rendszerváltás követő időszak meghatározó Fejér megyei politikusa, aki a Magyar Demokrata Fórum színeiben országgyűlési képviselőként is szolgált, a Fehérvíz ZRT kommunikációs és minőségfejlesztési főmérnöke. A mélyépítés, az értékelemzés, a kommunikáció és a minőség irányítás szakembere, ugyanakkor szobrászművészként az eredendőt kutató invenciózus alkotásaival a saját tárgyasult gondolatgazdag világába kalauzolt el bennünket kiállításán. Ez a kiállítás adta egyébként az ötletet és gondolatot, hogy meginvitáljuk a stúdióba. Szervusz, tisztelettel köszöntelek. Szervusz, jó napot mindenkinek. Ez egy szoborkiállítás volt, de aztán arra gondoltunk, hogy itt az ideje, hogy egy kicsit beszéljünk a múltról, a pályaválasztásodról, a politikáról, a rendszerváltás utáni esztendőkről, és természetesen az alkotásokról is. Kezdjük először is a pályaválasztásodról, hiszen aki pályát választ magának, tudatosan teszi. Én azt gondolom, hogy tudatos volt, amikor a Pollák műszaki főiskolára jelentkeztél. Hát ez nem egészen így van. Nem? Nem. Nem, én békéscsabai vagyok, és ahol laktunk Békéscsabán, attól nem messze van most is egy technikum. Út, híd és vízműépítési technikum. És ilyen kiskoromtól kezdve teljesen nyilvánvaló volt, hogy én majd a 8. osztály után oda megyek tanulni. Egy műszaki irányultságú középiskolába. És aztán ez megszabta a későbbieket is nyilvánvalóan. Ha ott egy textiltechnikum van, akkor lehet, hogy én szövőnő lennék. Úgyhogy, de ez nem egy kényszer volt, ez valahogy összeillett azzal a hajlammal, ami bennem volt. Tehát jó helyre kerültem. De nem volt nagyon-nagyon-nagyon nagy tudatosság benne. Az egy jó hely, mert lesz szakmája a gyereknek, technikus legalább lesz, hogyha később nem is sikerül. És akkor én ott arra elindultam. Ment az a dolog nekem. Ment akkor is. Mikor jött a kommunikáció a Külker főiskolán? Hiszen először ugye közműtervezéssel, mélyépítési kivitelezéssel foglalkoztál. Aztán egyszer csak a Külker főiskola kommunikációs szakára. Tömörítve elmondom. Én ugye elvégeztem a középiskolát, utána egy műszaki főiskolára mentem Pécsre, ahol mélyépítőként végeztem. Akkor úgy mondták, hogy mélyépítő üzemmérnök. Az elsősorban közműveknek a tervezését, kivitelezését, üzemeltetését takarta ez a mélyépítés. És amikor elvégeztem azt az iskolát, egy katonaság közben, és elkezdtem dolgozni. És ahova kerültünk, ott én nem tudtam rögtön munkát találni, hanem Fehérvárra bejöttem busszal, a legközelebb a tervezőiroda volt, a megyei tervezőiroda, és mondtam, hogy jó napot kívánok, itt vagyok, munkát keresek. És mondták, hogy de jó, hogy jöttem, mert ők pont közműtervezőre vágytak, és én közműtervező lettem, aztán talajmechanikus lettem. Aztán utána, amikor a tervezőirodát úgy éreztem, hogy szűk, szakmailag keveset adott már nekem, sablonos dolgok voltak, akkor váltottam, és kivitelezéssel kezdtem el dolgozni. Akkor kerültem a vízműhöz. Tehát ezek voltak a lépcsők? Hát lépcsők, igen, egy folyamat. Igen, ott a kivitelezés során mindenfélét építettem, aztán a vízitársulathoz kerültem, tehát a mélyépítés tervezésben és kivitelezésben, gáz, vasút és metró kivételével én mindent csináltam. Tehát a teljes műszaki vertikumat így. Úgy van, és utána jött a politika. Hát ki várta azt? Abban az állapotban ért engem, és én arra felé fordultam. Nagy érdeklődéssel, és képviselőként folytattam 4 évig. Rendszerváltás. Ez egy rendkívül fontos időszak mindannyiunk számára. Én azt gondolom, most egy idézet következik. Ki ez a szikár, magas, mindig kifogástalan, sötét öltönyt, mellényt, korrektül megkötött nyakkendőt viselő 50-es éveit taposó férfi, akit a nyilvánosság előtt nemhogy nevetni, de még elmosolyodni sem látta senki? A miniszterelnök, az új magyar demokrácia első miniszterelnöke írta ezt a Magyar Demokrata Fórum elnökéről, Antal Józsefről, nem más, mint Göncz Árpád. Igen, hát ők nem voltak túl nagy barátságban. Mi vonzott 1990-ben a rendszerváltáskor a politikába egy fiatalembert, akinek van egy tisztes, ha úgy tetszik, tisztes hivatása,
Én azt láttam a tervezési munkáim, a kivitelezési munkáim során, hogy valahol van egy vonal, amin nem lehet túljutni. Hogy hiába szorgalmas az ember, hiába tud, hiába teljesít, hogyha nem tagja egy bizonyos szervezetnek, akkor addig a vonalig eljuthat, de azon túl nem. És a másik pedig az, hogy azért én láttam abban a működésben problémákat is. Noha én azt mondtam akkor is, meg most is, hogy a világ azért jó részt olyan, amilyennél mi formáljuk magunk körül, de azért hát nyilván, hogy nem csak ezen múlik a dolog. És azok a körülmények, amikben akkor leledzettünk, azok azért nem voltak teljes mértékben elfogadhatók nekem. És én azt mondtam, hogy ha lehet változtatni, akkor én annak nem csak szemlélője szeretnék lenni, hanem részese is. Adta magát a Magyar Demokrata Fórum. Hát ez adta magát, mert az kezdett először szerveződni, de megint csak a véletlen vagy nem véletlen, így utólag is csak azt mondom, hogy az én értékszemléletemben ez az volt a legközelebb. Tehát abba tudtam beleképzelni magam. Bizonyos értelemben konzervatív, úgy van, mást úgy van, akaró, úgy újat van. Akaró, jót akaró. Konzervatív, de azért a nemzeti liberalizmus az lényegi része volt annak a gondolkodásmódnak, főleg az Antal József révén, akit meglehetősen félre ismernek, mert a külső megnyilvánulásaimban valóban olyan volt, de az egy nagyon közvetlen és baráti és együttműködésre kész ember volt akkor, amikor a frakcióban ott volt, akkor, amikor a folyosón nem lehetett úgy elmenni a folyosón, hogy ne ő köszönjön előre. Gondoltad a választások után, amikor bekerültél az országgyűlésbe, hogy milyen embert próbáló feladat lesz egy rendszerváltás utáni első időszak? Én nem gondolkoztam ezen, de tényleg az volt, rengeteg munkával, felelősséggel, és ez azért attól is függött, hogy ki mivel akarja ezt kitölteni. Én igyekeztem egyéni képviselőként eleget tenni annak az elvárásnak, amit úgy véltem, vagy meg is fogalmaztak irányomba. Én nem hiányoztam semmit jóformán, sem a plenáris, sem a bizottsági ülésekről, de rég is volt, és mellette én egy vagy két fórumot tartottam minden héten, mellette fogadóórám volt három helyen. Én igyekeztem eleget tenni, eléggé elfogadott voltam én személyemben legalábbis, ha a pártot nem is. Igen. Nagyon támogatták. És a szakmai munkát pedig kiemelkedő volt. Én nézegettem, jó néhány olyan bizottságban szerepeltél, ugye akkor volt bizonyos, az időszak volt a vízlépcsőrendszer, igen. Így tovább. És annak értelemszerűen szakemberként az egyik zászlóvivője voltál, így vagy úgy. Igen, én a Környezetvédelmi Bizottságban voltam, és én nem pártpolitikával foglalkoztam, hanem inkább szakmai kérdésekkel, környezetvédelmi kérdésekkel, ennek részeként a vízlépcsővel is. Az azért nem teljesen jósült el, hogy visszaemlékszem, de nem hiszem, hogy ezt most időnk lenne kibontani. Igen, csak mondom, hogy ezek ott, nagyon komoly ott, kérdés. Ott azt nem lehetett rendesen elrendezni egész egyszerűen. Persze, komoly kérdések. Szerettem komoly kérdésekkel foglalkozni. És a vízgazdálkodás az egyébként is lyukas terület volt. Így van, meg a környezetvédelem is. Mint ahogy az egy, mint hogyha a súlyát vesztette volna manapság, azt látom, és csodálkozom rajta. Vannak hírek, hogy a széndioxid kibocsátás, párizsi konferencia, stb. Szintén kezembe került, illetve elém került. Igen. Egy kép. Itt volt az ENSZ főtitkár, Pezdekel jár, Somogyi Ferenccel a külgazdasági, vagy külügyminiszter helyettes volt, államtitkár, és ott ült fönt, fölöttetek pont. Igen. Tehát ezek ilyen legendák. Igen. Ugyanis ez 1990 májusában volt, igen, és erre gondolunk most, hogy Uramisten, a Magyarországgyűlés plenáris ülésén ott van az ENSZ főtitkár. Igen. Hát, igen, egyébként is más volt az a világ. Nagyon másról szólt a politika is. Nagyon másról szólt a politika, és most nem hiszem, hogy most ennek a műsornak a része kéne, hogy legyen, hogy ezt boncolgassuk, de akkor sok, nem most nem akarom, hogy most nem, de akkor tudom, mert ott voltam, nagyon sok jó szándékú, különböző tehetséggel megáldott ember volt. Azt is mondhatnám, hogy szinte önjelölt ember volt, mert nem volt politikai múltja, csak párnak, aki ugye a volt állampártnak a tagjaiból került ki, és egy nagy lutri is volt mellette, de a jó szándék mindig ott volt mellette.
vagy jó formán mindig ott volt mellette. Nem biztos, hogy sikerült minden. És az egy nagy lépés volt, az egy nagy dolog volt. Az nem igaz, hogy mi vívtuk ki. Egy adott helyzet volt. A világpolitikai helyzet arra felé kanyarodott, hogy itt egy nagy változásnak kellett bekövetkezni, aminek mi valamilyen módon szereplőivé váltunk akkor. Aztán utána kihullottunk belőle, mint ahogy én is. Nehéz volt visszailleszkedni úgymond a civil létbe? Visszatérni a hivatásodhoz? És nehéz is volt, meg nem is. A országgyűlési képviselőként nagyon fontos, nagy súlyú kérdésekkel foglalkoztunk. És ez teljesen súlytalan adott, illetve az a tevékenység, amit az ember végzett, mert nyilvánvaló, hogy más volt az, amit nem képviselőként végeztünk. Emberileg is furcsa volt, mert hát nagyobbat hajoltak az ember előtt köszönésként, aminek nem hiányzott különösebben, de érzékelhető volt, hogy másként kezelik az embert, súlytalanodott. Úgy mondjam, ami nem olyan nagy baj egyáltalán, csak akkor furcsa volt. Nekem különösen furcsa volt, mert az a műszaki vonulat, az véget ért, amiről beszéltünk, mert időközben a vízműnél is, vízitársulatnál is felszámolták az építési, kivitelezési vonalat. Nem volt hova visszamennem. És én képviselőként elkezdtem kommunikációval foglalkozni, és akkor azt mondtam, na, igen, nézzük meg ezt, és akkor azt mondtam, ha már ezt csinálom, engem ez érdekelt, akkor elvégzem, és elvégeztem a Külkerfőiskolán ezt a fajta szakot, ami kommunikációs szakértő, igen, vagy valami de utána hasonló. Pedig jött a minőségügy, a PR-szakértő és a minőségügyi szakértő. Úgy van. Azt diploma. Is elvégeztem, az egy külön diploma volt. Igen. Tehát vannak, igen, a Külker főiskoláról van két diplomám még a műszakiak mellett. Tehát a Fejér víznél fel kellett építened magad. Hát az jó, mondjuk így, nem tudom. Voltak feladatok, amiket én elvállaltam, és én szerettem ezt is csinálni. Szóval szerettem a betonnal is, meg a csővel is foglalkozni, de az ember, mert az ember van a kommunikáció mögött is, a minőségirányítás mögött is, tulajdonképpen ember és folyamatszervezés van. Nekem ez mindig, mindegyik tetszett, és én szerettem ezt is csinálni. Tehát a szervezet külső és belső kommunikációjának azt megszervezése, és az integrált szakmai irányítás is hozzátartozott. Annak a rendszerét, annak a, így van, annak a kiépítése és működtetése, így van. Ez mennyire fajsúlyos feladat, hiszen egy köznapi ember ezt nyilván nem tudja. Hát ez a most egy minőségirányítási rendszer, az abból áll, hogy minden egyes folyamatot szabályozunk a cégnél, rögzítjük, és oda megyünk megnézni, hogy úgy folyik-e, ahogy rögzítettük, ahogy előírtuk szabályzatban. Ha nem úgy folyik, akkor megnézni, hogy azért nem úgy folyik, mert jobb úgy, ahogy a gyakorlat mutatja, vagy pedig azért, mert hanyagok, és aszerint, hogy melyikről van szó, aszerint vagy a gyakorlatot kell a szabályzathoz igazítani, vagy a szabályzatot az élethez, és azt rögzítjük, és akkor megint úgy kell dolgozni, megint meg kell nézni, és egy folyamatos fejlődést kell belevinni. Ez egy bonyolult rendszer, aminek mindenki részese valamilyen mértékben egy cégen belül. Mennyit változott a Fejér víz az elmúlt évtizedekben? Hiszen nyilván nyomon követted, és ezt el tudod mondani. Hát tehát mi kívülállók azt látjuk, hogy más, mint 30 éve, meg 20, de nem tudjuk, hogy pontosan miben. Hát ennek több szála van. Hát egyrészt fejlődött az a technika, ami a vizet produkálja, és fejlődött az a technika, amivel működteti az egész szervezetet. Például bevezettünk egy számlázási rendszert, SAP alapú számlázási rendszert, ami a leolvasástól a pénz befizetéséig kezeli, meg a kint lévőségnek a nyilvántartását is kezeli. Ez egy külön projekt volt, azt is nekem kellett irányítani, azt is én irányítottam, ez egy informatikai fejlesztés és folyamatszabályozás volt. Tehát előre léptünk abban a módban, ahogy működünk. Előre lépkedtünk a vízminőség tekintetében is. Szennyvíztelepek épültek, környezetvédelmi szempontból előre lépkedtünk, és hát az emberek is azért nem ugyanazok, mint 30 évvel ezelőtt volt, és a mentalitás sem ugyanaz, és a felelősségérzet sem ugyanaz. Tehát más a nyilván kommunikáció, más a minőség. Persze, nyilván különbség van emberek között, de
De a szintje az magasabb, egészen biztos, hogy fejlődik. Volt szerencsém beleolvasni egy dolgozatodba, a válságkommunikáció vízi közműszolgáltatásban. Igen, igen. Nagyon fontos. Tehát én azt mondom, hogyha ez napvilágra kerülne, igen, és tehát nem azt mondom, hogy teljes mélységében, igen, kéne közkincsé válnia, igen, de viszont nagyon fontos, és nyilván a szakembereknek is. Ugye itt arról van szó, hogy a válságokra fel kell készülni, és a folyamatos külső és belső helyzetelemzésre, igen, pedig óriási nagy szükség van. Igen, ez egy kölcsönös érdek. Egyrészt a szervezetnek nagyon fontos érdeke fűződik ahhoz, hogy ne legyen az adott válságnál, vagy nehéz helyzetnél, vagy problémánál nagyobb a híre, mert az a szervezet sorsát nehezíti. Ugyanakkor a felhasználónak, vagy fogyasztónak, vagy a környezetnek is fontos, hogy ne rémhírekre üljön fel, hanem szembesüljön a tényleges dolgokkal. Az, hogy ez így legyen, annak a kommunikáció az eszköze, és a módja, hogy ez hatékony legyen, az a válságkommunikáció. Nyilván. Akkor én ezt feldolgoztam, az úgy eléggé újszerű volt akkor, de hát ez már azért, igen, elmúlt. Viszont a Fehérvíz működik. Működik, és veled együtt nagyszerűen működik, teljes az életed. Hát teljes, de azért szobrokat mert is készítek akkor, mögött. Igen, tehát jó úton járunk. Viszont igen, akkor most jön egy újabb idézet, ez már az alkotásról szól. Igen. Annak kezdek neki, aminek csak akarok, igen, olyanná formálom, amire szeretném, és persze amire tudom. Nem keresem, hogy valami nagyon egyedit alkossak, csak jó legyen. Ha szobrot készítek, megszűnik körülöttem a világ, és öröm tölt el, ebből szeretnék átadni valamennyit mindazoknak, akik vevők rá. Igen. Ez volt a kiállításon, a kiállítás programfüzetében az egyik gondolatsor, ami felkeltette a figyelmemet, és ezt idéztem is a Paletta Kulturális Híradónkban, én hozzátettem, hogy megértettük, és köszönjük, megtörtént. Igen. Honnét jött a szobor, a képzőművészet, az a hajlam, illetve az az elkötelezettség, amivel az alkotás iránt most elköteleződtél? Igen. Hát többféle módon közelíthetem. Van egy olyan űrge, hogy Maszló. Annak van egy szükséglet piramisa. Ez 7 szintből áll, azt mondja, hogy a legfontosabb az, hogy a fiziológiai szükségletek meg legyenek, endin és a többi, hogy a biztonsági szükségek meg legyenek. A következő az, hogy a szeretet meg legyen. A valakikhez való tartozás meg legyen, a negyediknél tartok. A tudás vágya meg legyen, mint szükséglet. Következő, már majdnem a tetején vagyok, a rend és a harmónia iránti vágy meg legyen az emberben. És a legtetején van az önmegvalósítás. Ezt a Maszló mondta, a szükséglet piramis tanítják, de ez nagyon igaz én szerintem. A Jung meg azt mondja, hogy egy ember, hogyha úgy elér a életének, várható életének a feléhez, akkor erre kezd gondolni. És akkor ő ezt egy folyamatnak írja le, amit individuációnak mondanak. Ez arról szól, hogy keresi az életnek az értelmét, felnőtt fejjel keresi. Tehát számot vett, és... Számot vett, és előrelép, és kiteljesíti saját magát. Ez a folyamat megjelent nálam is, de azért, hogyha átváltok hétköznapivá, akkor arról van szó, hogy én a szakmámat szeretem, szerettem tervezni, szerettem kivitelezni, szeretem a kommunikációt, a minőségirányítást, de mellette megjelent a politika egy fontos szál volt ezek mögött, ezek mellett, ami megszűnt. Ott támadt egy űr, egy szívóhatás. Úgy éreztem, hogy valamire nekem még szüksége van. Az kevés, nem mennyiségben kevés, mert volt dögével munkám, hanem mást adott. És valami átgondoltad? Nem, ez bennem lappangott, mert gyermekkoromban, kamaszként, főiskolás koromban én foglalkoztam rajzzal, meg úgy ment is, de nem különösebben. És akkor valahogy a szobor elkezdett érdekelni. Majol, van egy ilyen szobrász, egy francia szobrász, és annak van egy olyan szobra, egy ülő nő, amelyik könyökére támaszkodik, térdét az egyiket felhúzza, másik kezével hátra támaszkodik, miközben ül, valami földközi tenger, mediterránum, nem tudom én micsoda a címe,
és az engem valahogy szíven ütött. Azt mondtam, hogy én ilyen szobrot szeretnék készíteni, no, vagy ilyesmi szobrot. Azért az, hogy valaki farigcsál és rajzolgat, az óriási különbség ahhoz képest, mint sem, hogy elindul egy nagyon is tudatos alkotói úton, és ugye autodidakta módon ugyan, de majdnem csak hivatásszerűen készít szobrokat, fát munkál meg, cserépből, tehát kerámiákat készít. Azért ez más, nem? Lehet, hogy máshol kell valamilyen indítatás, kell egy belső vágy. Bennem ez valahogy megszületett, nem tudom pontosan megmagyarázni, én azt a szívó hatást mondtam azt az űrt, hogy valami hiányzott, és nálam ez ugrott be valahogy. Tehát kell egy indítatás. És akkor, amikor ez az indítatás megvan, ez a legfontosabb, hogy én szobrokat szeretnék készíteni. Nem mindenki szeretne szobrokat készíteni, hála Istennek, milyen borzalmas dolog lenne teli szoborral a világ. Tehát szobrokat szeretnék készíteni. A következő kérdés, hogy mi az, amit készíteni? Mi az, amit készíteni akarok? Ezt én mondhatom invenciónak, de igaziból magyarul rátalálás, hogy én rátaláltam valamire. Rátaláltam arra, hogy én nekem ez a dolog valamiért fontos, és én valami ilyesmi szobrokat szeretnék készíteni. Tehát önmagadnak megteremtetted a stílust is. Hát akkor ez még nem stílus teljesen, még nem. Mert azt mondom, hogy ezt szeretném csinálni, és a következő az az invenció után az intuíció. Amikor nem spekulatív úton azt mondom, hogy ha így csinálom, akkor jó lesz, vagy hogy jó legyen, akkor így kell majd csinálni, hanem együtt teremtődik meg a mondani való és a forma is. Akkor szellemül át az anyag, hogyha ez együtt tud megteremtődni. Valahogy úgy mondhatnám, hogy nem spekulatív úton, hanem azt mondom, hogy ha így csinálom, ez jó lesz. Egy ráérzés. Ezek kellenek az alkotáshoz. És kétféleképpen lehet. Lehet úgy is persze, hogy azt mondom, hogy itt ez a fa, és én szeretném édesapámnak a portréját megfaragni. Az egy olyan dolog, hogy teljesen egyenesen elvisz a szándéktól a fába öntött formáig, vagy fába faragott formáig. Teljesen. És van olyan is, amikor azt mondom, hogy itt ez a fa, és én valami ilyesmit szeretnék készíteni belőle. És valami olyasmi lesz, de nem tudom én se pontosan, mert menet közben is alakul a dolog. Vannak ilyen jellegű szobraim is, meg van olyan is, amikor azt mondtam, hogy ez ilyen lesz. De soha nem pálcika lesz a vége. Hát remélem, igen, eddig még nem volt rá példa. De ez nem stílusteremtés volt, rendben van. Viszont most a kiállításon számtalan olyan szobrot láttunk, ami mind más. Ez nyilván abból fakad, amit mondtál az imént. Igen. Nincs. Nem, tehát nincs. Ha látsz egy fát, akkor nem kell azonnal tudni, majd kialakul. Viszont ugyanez nem hinném, hogy előfordulhat a kerámiánál, mert ott azért a tudatos döntés, hogy egy-egy forma miként alakul ki. Igen, valóban, hogy a kerámiát azt építi az ember, tehát nincs meg semmi, hanem én építem föl, különböző technikái vannak, hogy lehet egy kerámia szobrot felépíteni. Ugyanakkor, igen, ott jobban el kell képzelni előre, tehát oda szükséges valami erősebb elhatározás, hogy ilyen legyen. Azért ott is alakul, mert tudom alakítani, ez viszont az, ami errefelé viszi a dolgokat. Egy agyagszobor, egy kerámia, amit én kiégetek, aztán kerámia szobor lesz belőle, hozzá lehet mindig tenni. El lehet venni, hozzá lehet tenni, össze lehet nyomni, meg lehet nyújtani, a fánál nem. Okay. Ott, amit levágtam, ott az éppen vissza lehet ragasztani, de az már akkor az nem ami lesz. Hogyan tovább? Hiszen ez nagy sikert aratott ez a kiállítás. Hát örülök, ha és így látjátok. Egyébként a téli karácsonyi tárlaton és az Áron Nagy Lajos Művészet Barátkör karácsonyi tárlatán is láttunk tőle dolgokat, ez pedig egy önálló kiállítás volt. Így van. Folyamatosan dolgozol? Igen. Egyre több jó szobrot szeretnék csinálni. És nincs stílus. Nincs ilyen, ahogy felolvastad. Nincs stílus. Nincs, nem érdekel. Jó szobrot csak szeretnék csinálni. Csak legyen öröm benne.
és legyen jó. Neked is öröm, és nekünk így is. Van, így van. Így ehhez kívánok jó egészséget, mosolygós szemeket, és erős karokat. Köszönöm szépen. És gondolatgazdag mindennapokat. Köszönöm szépen, hogy igyekezni fogok. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták. Vendégem Zsebők Lajos volt, a Fehérvíz főmérnöke, aki szobrászművészként is jeleskedett az elmúlt időszakban, amelyről már beszámoltunk, és természetesen azt is ígérhetem önöknek, hogy ezentúl is ott leszünk valamennyi tárlatán. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Viszontlátásra!